Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a heti kortárs, a heti DV kultúrás magazinja. Közel a 100. adáshoz, még el szoktam mondani, hogy ezt az adást azért indítottuk körülbelül 2 éve, hogy a kortárs szektort, ezt a globális intézményrendszert nevezzük így, az Art World-öt egy kicsit közelebb hozzuk önökhöz, és megértessük azoknak a folyamatoknak, mechanizmusoknak a működését, amit valahol itt Magyarországon legalábbis elfelejtettek nekünk megtanítani. Ennek érdekében olyan személyiséget hívunk meg, akik a tevékenységükkel ezt a dolgot egy kicsit érthetőbbé teszik. Mai vendégem Turcsány Villő. Szervusz, Villő. Szervusz, köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. És itt alapvetően én arra gondoltam, hogy itt a munkásságodat illetően hegyezzük ki ezt a beszélgetést, mert ez a fél óra hamar elmegy, hegyezzük ki az installációkra, de mielőtt ezt a dolgot ebbe belevágnánk, kicsit nézzük meg, hogy jutottál ide hogy ezzel kvázi ilyen doktori szinten foglalkozol? Röviden, tömören. Tehát, hogy... Hát a doktoriskolán, a MoMA doktoriskolájában jelentkeztem 2016-ban. De alapvetően mi a szobrászattal kapcsolatban találkoztunk. Igen. Hm? Tehát én szobrászművészként végeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetemet. És egy életutat elkezdtem olyan módon, hogy párhuzamosan foglalkoztam a hangban, korábban kezdtem az installációépítést, vagy abban való gondolkodást, vagy tehát, hogy térben való hang megjelenítését. Hogyha azt nézzük, akkor 1997-es szobromat reprodukáljuk most egy megrendelő részére, egyébként az árója. Tulajdonképpen ott a néző részese volt a szobor terének. Azért a szobrász szakma az általános közfelfogás szerint az nem egy ilyen csajos dolog. Tehát ugye nagyon, én azért ismerek női szobrászokat, de hogy te milyen meggondolásból vágtál ebbe bele, és volt el olyan érzésed, hogy anyám, én nem ilyen lovat akartam? Nem volt ilyen nem érzésed. Volt. Tehát, hogy nem, őszintén az alapállásom az volt, hogy a nagyon kimondom, hogy ha nem kortárs zeneszerző leszek, akkor mi leszek? Tehát hogy teljesen más. Zenés képben volt. Igen. És ahhoz képest ez, én úgy fogalmaztam akkor, hogy térben megfogható anyagokkal szeretnék olyat kifejezni, amit az idők során, amin végigmegy az én gondolkodásmódon. És a hagyományos szobrászat az ugye az objektekbe, lezárt dolgokba, ugye ilyen limitált, kvázi egyedi dolgokba gondolkodik tradicionálisan, hogy az installáció viszonylag új műfaj. Vagy hát nem is annyira új? Nem is annyira új, mert egyébként mondjuk a 60-as években egy olyan mozgalom is volt több térségben, tehát mondjuk azt, itt van előttünk egy ilyen globusz, amit a nézők nem látnak, tehát tulajdonképpen amióta az Apollo 11 felszállt, és láttuk a Földet, és elárasztották a médiákat az erről készült képek, azóta egy teljesen más léptékű gondolkodás elindult a képzőművészek között is, tehát a landart mozgalmak, tehát olyan nagyobb léptékű művek létrejöttek, ami egy téralkotó művészetnek nevezem én, vagy hát, de aminek a léptékén még lehet pontosítani, hogy most éppen miről akarunk beszélni, de engem például ez az időszak nagyon inspirál, tulajdonképpen kezdetektől fogva én mindig skicceket, kvázi most úgy, mostani szóval látványterveket készítettem a szobraimhoz, vagy ahhoz a térbeli képzőművényekhez, amiket terveztem. Nevezünk. Mostanában már installációnak nevezünk. És ez mindig egy más kameraállás, egy más nézőpont, tehát keresgéltem azokat a nézőpontokat is. Hogyha most visszagondolok, mert kérdeztél, hogy hogyan indult, hogyha most visszagondolok, ezek a mondjuk úgy víziók, látványtervek talán sokkal közelebb állnak ahhoz, amiket, mármint hogy a nézőpontjuk, vagy a léptékük sokkal közelebb áll ahhoz, amit most valójában igyekszem létrehozni. Ezek sokkal jobban bevonják a nézőt, mint mondjuk egy
önálló objekt, ami valahova le van téve, vagy a városba, vagy pedig kisebb, kis klasszika formájában mondjuk terekbe, és ugye egyszer valamelyik interjúban mondtad is, hogy te nem kiállítasz, hanem gyakorlatilag ott egy látványt állítasz elő. Tehát, hogy megtöltöd a teret tartalommal, és így részese lesz a térnek maga az installáció, illetve fordítva az installációs része lesz a térnek. Hogy ez egy kicsit, hogy elérkeztünk ehhez a fogalomhoz, és az installációs egy olyan fogalom, amit egy kicsit úgy tisztázni kell. Én úgy 10 éve egy galerista mondta nekem, hogy ha meghallja azt, hogy installáció ideges lesz. Tehát, hogy ez, keverik azt, egyébként igen. Az installációnak, tehát sokféle, ezt pontosítani kell. Ezért is kérdésedre válaszolva, igen. Én azért kezdtem el a doktoriskolát. Egyrészt azért, mert egy közegre olyan módon, szerettem volna számítani, hogy az én látásmódomat szélesítített különböző eszközrendszereket bevonni a saját nyelvezetembe, másrészt rendet tenni abban, hogy amit én csinálok. Én hova helyezem, más hova helyezem, milyen szisztémában, hogyan tudjuk ezt pontosabban megfogalmazni, vagy és harmadrészt, ezt nem tudom, hogy akarod említeni, de én egy ilyen saját magam produktumait, hogy mondjam, finanszírozó vagy a, tehát hogy van egy céges hátterem, ami saját cég, és ahol részt veszek. Többen dolgoznak így. Igen, tehát, hogy nagyon, tehát hogy igen, de másrészt meg az a közeg, amiben én aktívan tudok még szélesebb tereket a gyártásában részt venni. Most nagyon sejtelmesen fogalmazom. Tehát az a közegnek a bizonyos nézőpontjait is bevonni. Tehát, hogy én, amit én ténylegesen letapogatok a magam körülálló világból, átadhatóvá tenni. Tehát a lényeg az, hogy te nem adtad föl ezt a szobrászatot, hanem most ugye van egyfajta kvázi megélhetés, amiből finanszírozod ezt a dolgot. Tehát ugye a pályázatok manapság eléggé ilyen kutya vacsorája, meg nem is feltétlenül ilyen egyértelmű dolgok, mert ugye ki nyer, tehát nem lehet tudni a mai világban. Bár sokféle pályázat van, nem akarok ebbe belemenni. Minden esetre úgy gondolom, hogy kell egy művésznek is egyfajta ekoszisztéma, amin belül egyáltalán működni tud, nem? Tehát szóval meg kell teremteni. Tehát valamilyen ponton azt mondtam, hogy ahhoz, hogy ténylegesen létre tudjak hozni olyan alkotásokat. Igen. Most én előbámultam, itt nézem a képeket, tehát hogyha be kell osztani, hogy most még miről beszélünk, meg miről nem. Uh-huh. De igen, tehát magyarul a kisplasztika, egyebek, én azt mondtam, hogy nekem nem szeretnék kandallópárkányra műveket gyártani, uh-huh. Én szeretném inkább visszafogom. Tehát én beleteszem egy másik uh-huh. műfajba azt a ez egy eléggé úttörő tevékenység, és ugye szokták mondani, aki először megy át a falon, annak véres a homloka. Nem? Tehát, hogy azért itt nagyon sokszor ezek az ingák, amiket itt látunk. Tehát talán nem is látják a nézők, de ez egy ilyen roppant bonyolult dolog. Igen. Tehát itt nagyon komoly gépészet, számítógépes programok vannak benne, hangtechnika van benne. Igen. Hogy ez egy ilyen nagyon sok szálon indított és ebbe a produkcióba összeért nagyon fontos emberek által világszínvonalúnak mondott dolog, ami egyébként hogy fogalmazódott meg? Tehát nem gondolom, hogy ez így egyszerre szikraként. Egyébként most jókor, igen, nyilván összhangban beszélsz a képekkel. Tehát itt Kisztelő Múzeum templom terében kaptam egy meghívást Fitz Péter művészetörténésztől, aki itt a kurátora volt a kiállításnak, és akkor én végülis ezt ide terveztem, ezt az installációt, és nagyon szerencsésen találkoztam illetve kerestem partnereket, tehát tulajdonképpen a Hasso-Plattner Institute-ban a Human Computer Interaction Design osztályán, vagy hogy mondjam, egy kutatócsoportban aztán most oktatom, csak ez Budapesten történt, tehát hogy én megtaláltam egy olyan személyt, aki egy fiatal ember, akivel elkezdtünk Kovács Róbert. Kovács Róbert, oké. Okay. Tehát egy Kovács Róbert-tel 2000,
2011-ben. Hát ez azért ez 10 éve volt. Tehát ez egy hosszú út most már. Nagyon kicsiben és egyszerűen elkezdtük ezt megtervezni, aminek egy akkor is már egy programozható, tehát nekem a kérésem, vagy az alapállásom az volt, hogy én a térben ott real time, hogy úgy mondjam magyarul, egy azonos valós időben ennek ott hely specifikusan a ritmusát tudjam kódolni. Mert hogy ezek nem csak gravitációsan lógatva vannak, hanem ezek lengetve vannak. Megvan egy speciális mechanikája, hogy ezek hogy fognak bizonyos ütembe lengeni, úgyhogy aztán ne is ütközzenek össze, meg ne csavarodjanak össze is. Kiszerben négy plasztika volt, ott volt egy meccés, az útvonalukban egy meccés. Igen, tehát két alap alapállás volt az installációval kapcsolatban. Az egyik, hogy a saját ritmusukat kódolhassam, a másik, hogy a plasztika eltérjen a jól ismert inga plasztikáktól, tehát ugye ez egy sajátosan kialakított aszimetriával rendelkező, tehát egy kicsit megszemélyesített, tehát itt azért a szobrászat, van egy szobrászati nyelv, amit én viszek folyamatosan, tehát nem tagadok én meg semmit, hanem átfogalmazom más közegbe, ami szintén nem új, hát ezek vannak más képviselői is. Most itt még itt a képek között láttunk egy pulzus mező című munkát, amit most ehhez a beszélgetéshez... Ez a két kavics volt. Igen, ugye? Igen. Az ami... annak idején a Sziget Fesztiválra is pályáztatta. Igen, ezt azért hoztam, mert tulajdonképpen az itt volt egy meccés pontunk veled. Több is. És igen. És az egy másikféle, az egy terv, ami terv maradt még jelenleg, viszont megvan a pontos, tulajdonképpen egy kiviteli terv, megvan egy költségvetés tervezet, megvan különböző darabszámú. Várja, hogy megszülessen. És az egy belső rezgése rendelkezett egyébként. Igen. Igen, tehát egy kicsit élne. Igen, a másik meccés pontunk nekünk, csak hogy csapongjak, az az Art Marketen egy hanginstallációnak a bemutatása volt, aminek az hanganyagát, azt nem feltételezem, hogy elmélyedtél benne, de annak a hanganyaga az egy két különböző térben négy sztereó hangfelvevővel felvett hang, tehát egy olyan tér, tehát egy-egy térnek a leképezését tulajdonképpen egy-egy súrlódással, hanggal, különböző fizikai alapú hangkeltéssel próbáltam én. Akkor egy másik munkatársammal, Sivon Gáti Farkuár Andrással, aki a szonológiára járt a Hágai Királyi Konzervatóriumban. Tehát nekem nagyon fontosak voltak az együttműködések. Én valahogyan igen, tehát generáltam. Az nagyon kevesen vallják azt, amit egyébként én, és gondolom te is, hogy a kortárs az egy nagyon kollaboratív, együttműködő közeg kellene, hogy legyen, és ugye meg kell találni itt azokat a kapcsolatokat, és itt egyébként nem kis mértékben gondolok azokra a szponzorációs együttműködésekre is, ahol bármilyen érdekből adódóan, tehát cégek, és ugye itt van manapság egy új fogalom, vagy nem is annyira, hogy ez a toxikus filantrópia, tehát hogy nyilván itt etikus cégek kerülhetnek közel a kortárs művészethez, mert így validálja egymást ez a két dolog. Tehát ők megtalálják ebben kvázi a számításukat, mutatván, hogy ők milyen. Hát erre nagyon nemzetközileg nagyon jó példák vannak. Tehát ez abszolút, a Toshiba cég, ez már 15 éves, vagy 13 éves dolog, egy képzőművésznek felhasználták. Tulajdonképpen ezek leginkább reklámokban tudnak megjelenni. Volt egy kinetikus, egy művész, aki egy elég komoly, másféleképpen megmozdított inga sorozattal, szintén szerintem vágni kell. Nem, beszélgetünk. Jó. Tehát más volt. Egyébként pont akartam kérdezni, hogy... Tehát nem tudom, hogy ez teljesen... tulajdonképpen ehhez kell egy olyan céges kultúra, ami ezt ismeri, befogadja. Én ez irányban nem indultam el, én abban az irányban indultam el, hogy legalábbis most még
Hát hadd mondjam, hogy kezdetén vagyok egy nagyobb volumenű installáció sorozatnak, mert úgy is van. Most kezdetben én akkor a saját cégemmel támogatom ezeket, de mármint, hogy... És azért tulajdonképpen az elsőt az NK-t támogatta, a másodikat a MOME meghirdetett egy mestermunkákhoz, szintén NK a költségvetésből egy összeget. Az indított el az interakció felé, nem az összeg, hanem a lehetőség, hogy én egy pályázatot. Tehát ezeken a forráscsatornákon el tudtál lavírozni itt eddig a... És hát a befejezéshez nyilván akkor beszállok, vagy más is beszáll, vagy... Igen. Nyilván ugye nagy sztori kell, és összem ez egy elég jó sztori, tehát kis sztorik nem érdekesek, a nagy sztorikhoz meg nagy neveket is, nagy márkákat lehet kapcsolni, úgyhogy én ezt nagyon biztató folyamatnak tartom. De ugye ide eljutottunk azért itt a nézőknek kedvéért, mert ez nem kismértékben egy ilyen edukatív műsor is, hogy értelmezzük azt, hogy mi konkrétan az installáció? Tehát az installáció az, ami... Hát igen. Tehát többféle, tehát tulajdonképpen összekeverik. Miből tulajdonképpen, lehet, mert hogyha lehet, most azért, ez a magyarban ez egy kicsit azért több értelmű, mert tulajdonképpen egy... Itt a vásárlói berendezéseket is képzőművészeti installáció, azért az már egy leszűkítettebb fogalom, az is egy installáció, hogyha egy kiállító térben egy teljesen másféle rendet. Én egy szerkesztett, komponált mű nevezek, tehát az, ami a sajátom, vagy a saját műfajom, az egy elég szigorú renden alapuló, tehát egy szobrászati és zenei és igényességgel létrehozott mű a térben, tehát ennek nincs. De ugye van ennek egy ilyen manifestálott formája, azért vannak itt gömbök, meg zsinór, meg gépészet, meg nem tudom mi. Tehát elvileg, és egyébként ugye ez az installációkra eléggé jellemző, hogy ez elvileg bárhol a világon előállítható, akár egy leírás alapján. És például, ha valaki ezt szeretné Amerikába kiállítani, és azt mondja, hogy mindent legyárt, akkor ott ugye előáll egy ugyanilyen rendszer, amit ott kiállítanak. Nem? Hát én gyártam, tehát gyakorlatilag az a te installációd, és akkor ez egyfajta teleportálásnak is lehet mondani. Kicsi a karba lábnyom, nem kell ezt az egészet átcuccolni a tengeren túlra. Viszont mondjuk kérdés az, hogyha ott ezt kiállították... Hát ezt mondjuk ez nem gömb, hanem ezek plastikák, tehát tulajdonképpen okay, az okay. Őt átlett, jó, de... Hát mondjuk, igen. Nagyjából. Nagyjából. Elnézést, hogy beszélok. De igen, de pontosan én arra gondolkodom, hogy például most elkezdek egy visszafelé menőleg is egy ilyen szellemi tulajdonvédelem, de úgy értem, hogy egy olyan dokumentációt elkészítek, hogy ez védett, ez le legyen védve, ez legyen egy-egy munkának a csomagja, mint ahogy mondjuk egy kávéfőzőnek megvan a leírása, ugyanúgy ennek is minden részletének is különböző, hogyha már elkezdem a... Tehát így egy mintaoltalmi dologra gondolsz? Igen. Hát azért, mert például... Ugye, amikor létrejön maga a mű, az már is definiálja magát, és szellemi tulajdon. Igen, csak például, hogyha megáll. Benne van a leírt, kvázi műleírásban, az tartalmaz, hogy például nekem az igényem, jó, persze nem lehet az ember, na, tehát mondjuk úgy, hogy elsődleges, hogyha választhatok, az elsődleges választásom, hogy én írjam a térben a ritmust, másodlagos, akkor esetleg megadok két vagy három variációt, amiből lehet választani, akkor ennek ez a programma, ennek ehhez ez kell, ez a céget szeretném. Igen. Igen. Jelenleg ebbe a szituációban... Kihagyjuk mindig az együttműködőket, majd még mondjuk el, nagyon fontos számomra, jelenleg a Xorxor céget találtam meg, akikvel... Tehát itt, amit most látunk, ez volt az első generatív kép a Code & Soda céggel. Őket kerestem meg az első fejlesztés idején, és tavaly, illetve 2021, az tavaly május eléggé közel a bemutatóhoz, volt ennek egy bemutatója, egy első bemutatója a Trafokortás Művészetek Házában, ott április hónap folyamán kezdtem velük dolgozni. Most hol van ez az installáció egyébként?
Ez össze van rakva, én raktározom. Ja, értem. És mi ennek a végállomása? Nincs, hát megyünk tovább. Tehát, Minden valahova való, nem? Az tehát, a teljes igazság, még itt, ha megnézzük, ez a színháztér, teret használtuk a bejárható térként, és a nézőtérről hátulról kaptuk a... Tehát meg tudtuk azt oldani, hogy hátulról kapjuk a backlight fóliával, tehát hátulról jött a vedített kép, tehát ez egy jó terület volt ennek az installációnak. De a MoMA Film stúdiójában mindenképpen bemutatom, hogy bemutatjuk, és megy. Értem. És mik a tervek? Tehát mennyire tudsz előre tervezni, vagy mennyire bizonytalan, és akkor nem, mennyire kell menedzselni a magad, hogy így mondjam? Hát most egy újabb 3 éves tervet írtam le, egy újabb pályázathoz, amit megkaptam, egy ilyen ösztöndíj pályázatot, ami ebből az installációnak a további lehetőségeiből indul ki, és annak a fejlesztésével foglalkozik. Plasztikákat én mindenképp cserélem ebben az esetben. Jelenleg ezen dolgozom, illetve elkezdtem egy... Nyáron volt egy minimálisan bemutatva egy picike alumínium, tehát volt egy érdekes kiállítás ebből az interaktív közeggel, akik foglalkoznak, a Borbási Albert László is részt vett, de nem akarom most már sokáig hozni. Illetve van egy olyan közeg, amiben én nem mozogtam olyan sokat. Ez az interaktív művészet közege, ezt elkezdtem vizsgálni jobban nyilván, és ezt mindenképpen bemutatom konferenciákon, vagy ahol lehetőségem van. Tulajdonképpen ez egy csatorna, ahol az ember tud kommunikálni a munkájáról, anélkül, hogy még rögtön az egész komplett anyagot. Volt-e valamilyen előképe ennek? Tehát, hogy inspirálódtál-e, láttál-e valami hasonlót, vagy valami olyasmit, amit te tovább gondoltál erre, vagy ez valami teljesen új? Én általában egy kicsit ilyen előző generáció vagyok, aki teljesen más műfajokból inspirálod, tehát hogy nem a látott anyagok. Oké, csak ugye egyrészt van az emberiségnek több egy kollektív tudata, ami helye közel ugye párhuzamosan működik, tehát hogy azon a dolgokat akár egyszerre több embernek is az eszébe juthatnak, vagy egy kis idő eltolódása. Például a Steve Lake és egyéb kortárs klasszikus zeneszerzők engem nagyon, tehát én igazából zenei inspirációt. Aha, ez teljesen jó. Teljesen és jó, utána azon túl megvan a saját plasztikai utam, vagy hogy mondjam. És galériákkal van itt Magyarországon kapcsolatod? Hát ez egy jó kérdés, mert... Igyekszem. Nem igyekeztem én soha, hogy legyen. Tehát az és galériák se igyekeztek irányodba? Hát most én nem tudom, hogy hogyan... Nehezen gyűjthető műfaj, nem? Tehát, hogy azért mégis... Viszont most te is kiválgattál olyan képet, ami azért tulajdonképpen akár gyűjthető is. Simán, igen. Hát én elkövettem egy kis önfejűséget a 90-es évek végén, amikor azt mondtam, hogy nem biztos... Tehát akkor azt hiszem, hogy én zártam, mert szabad akartam maradni a saját... Úgy értem, hogy én az eladhatóság kontra, most mondjuk ki, akkor játékfilmipar, ahol azért egy... felelősen vállaltad, hogy mondjam, én ezt most hosszabb, mert nem ennyi be, tehát hogy igen, tehát hogy én nagyon szeretem azt, hogy a kosztümöstől a manga tér, tehát hogy mondjam, hogy hatalmas, ezeknél sokkal, sokkal nagyobb léptékű terekben tudunk sokkal nagyobb összegekből gyártatni, készíteni, és azt tudunk együtt, nekem fontos az együttműködés, én tanulok nagyon sokat, kommunikációs, tehát bizonyos munkaritmust, felelősséget, tehát én nagyon sokat kapok. Igen, ezek fontos kulcsszavak.
Én ennek nagyon örülöm, hogy ez lehet, hogy most nekem vissza kell azt a felét egy picit szorítani, de ahogyha lehet egy 3 hónapos intervallumban egy-egy munkát elvinni, azt én teljes erőbedobással megcsinálom, és jól esik, és kapok, illetve viszem a kapcsolataimat, mármint hogy nekem ez egy tanulási folyamat onnan, és lehet, hogy ezért is nem mernek közelíteni galériák. Én most egy építész talált meg magánúton, aki az említett 97-es diplomamunkámat megrendelte kültéri változatban, és azt legyártjuk neki. És lehetséges persze, természetesen. Tehát, hogy... Értem. Tehát a dolgok azok egy kicsit alakítják magukat, de a jó dolgokért meg küzdeni kell. Ugye azért ez nem egy sima életút. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy itt azért voltak benne én, küzdések, igen, nem? Igen, valami ilyesmit írtam voltak le, mély, hogy, voltak mély pontok. Hogy az átállás, nem is mélypontok, mert mindig egyfajta ritmus mindig tovább muszáj volt menni, vagy tovább gördített, de igen, az átállási pillanatok nehezek néha. Uh-huh. Nagyon más pont a kommunikációs rendszere a bizonyos a különböző közegeknek. De talán ez az egyetemi ére, ez egy harmadik teljesen más, ez talán segít ebben ezért is. Ez a harmadik ok volt, amit elkezdtem. Értem. De jól érzed magad, hogyha rád nézek, mert nincs olyan, akkor igen. És megtaláltad azt a harmóniát, amiben tudsz működni. Ez a szobor éppen most Londonban, azt akartam, hogy létezik, tehát hogy ott székel, tehát hogy elvitte egy production designer, egy látványtervezőnő, akivel dolgoztam, jobban voltam, és nála van. Értem. Következő kiállítás van-e tervben? Hát mindenképpen a MoMA Film Stúdiójában ezt az installációnak egy következő lépését mindenképpen mutatjuk. Én most addig békén hagyom magam. Azt is kell néha. Nem lehet nagyon hajszolni a magunkat. Békén hagyom, hát igen. Egy elméleti munkát végzek közben, amit muszáj. Mármint, hogy egy... Muszáj ezt is. Igen. Nem lehet mindig az anyagba gondolkodni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, elment nagyon gyorsan ez a fél óra, még folytattam volna, remélem, hogy lesz még alkalmunk találkozni, és nagyon sok sikert kívánok a jövőre nézve. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm én. Kedves nézőink, ez volt a mai heti kortárs. Nézzenek utána Turcsány Villő munkásságának, több dolog fönn is van az interneten, foglalkoznak kortárs műgyűjtéssel, ez is egy új fogalom, keresenek rá, és legközelebb is tartsanak velünk, viszontlátásra.